A fradi futballultrák a tegnapi honvédelmi vesztes meccsen is üzentek a rendőrségnek, a Jobbik országgyűlési képviselői pedig az FTC biztonsági szolgálatánál véltek felfedezni bűnözőket, alvilági összefonódásokat, útedrukkerek megverését is észlelték, miközben az ellenzéki politikusok szerint általában is visszaélnek a szurkolói regisztrációval, a nézők nyilvántartását egyébként a Jobbik régóta kezdettől fogva ellenzi. Most az a Gyula képviselő jön az érvekkel. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És akkor kezdjük ott, hogy ha már itt Fradiról fogunk részint beszélgetni, meg persze általában is a szurkoló jogokról, de ön út igen, de szerintem nem ez lesz. nem számít ebben a kérdésben. E, ebben az ügyben ez nem, nem kell elfogadottságot bejelenteni. Mi a baj a Fradi Biztonsági Cégével? Tartottak -e egy sajtótájékoztatott képviselőtársával. Bizonyíthatóak-e, hogy itt nagyon kétes figurák dolgoznak? A hát, mi kérdést cégével? tettünk fel Kubatov Gábornak, ugye a Ferencváros elnökének, amire nem kaptunk a mai napig választ, se hivatalosan, se másképpen. Volt egy olyan eset, egy konkrét eset, ami, ami miatt ugye ezt a sajtótájékoztatót megtartottuk, amiben megkeresett egyébként személyesen engem annak a fiatal srácnak a testvére, aki pár évvel ezelőtt ugye belefulladt a Dunába a hajógyári szigeten, és akinek a feltételezett gyilkosai, ugye a, két, a gyanú szerint két biztonsági őr beledott a Dunába, és ez a, ez a két biztonsági őr most már szabadlában védekezik, de tart ellenük az eljárás, és ő az egyik biztonsági őrt a Fradis Security legénységében a Ferencváros-Újpest mérkőzésen felfedezte. Tehát meglátta, életes. odament hozzá, meg is mondta, hogy ő megismerte erre, ez a biztonsági őr az elmondások szerint akkor eltávozott, majd ez a úriember, aki engem is megkeresett, Kubatov Gábornak a Facebook oldalán ezt jelezte, a Ferencváros szurkolói koordinátorának ezt e-mailben jelezte, aki vissza is írt, hogy köszöni az észrevételt, intézkedni fog, utána nem jelentkezett, a MLS biztonsági bizottságának a tagjának, Kavók Józsefnek jelezte, aki fel is vette vele a kapcsolatot, telefonon beszéltek, azt mondta, hogy intézkedni fog, és egyébként amúgy megnézte a, a a biztonsági szervezeteknek a regisztrációját, és nem volt benne ez az ember, tehát még egyébként, hogyha ez igaz, akkor elméletileg, akkor meg feketén dolgozott, tehát az meg még durvább. Tehát hivatalosan nem találta ezt a nevet? Hivatalosan nem uh -huh. találta, de mondom én most arra tudok hivatkozni, amit nekem az úri ember személyesen elmondott, én meghallgattam, vártunk egy hetet, ugye, mert hogy mégse mondják azt, hogy mi rögtön, ezt, ezt az, rögtön sajtó elé ezt az ügyet. Meg volt a lehetősége Kubatov Gábornak, a Szulkói koordinátornak, az MLS-nek, mindenkinek, hogy ebből az ügyel foglalkozzon, nem foglalkoztak. Mi tartottunk belőle a sajtótájékoztatót, és újra óriási csend van a Ferencváros házatáján, ilyen kellemetlen ügyekre nem válaszolnak. Tehát a képviselőtársatól nem kapott választ. Nem. 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 bár egyébként amúgy a képviselőtársammal amúgy találkozhatnék heti rendszerességgel, mert egy bizottságban ülnénk, hogyha ő bejárna erre a bizottság ülésre, mert nem jár be két éve. Tehát nem szoktam vele olyan szempontból találkozni. Bár azt azért megjegyezném, hogy hétfőn este a parlament folyosóján elment mellettem, és akkor már meg volt illetve ez a sajtótájékoztató, és nagyon csúnyán nézett. Tehát azt, azt úgy éreztem rajta, hogy meg van sértődve. De nem, de nem, nem, nem támadta meg. Nem, egy szót se szólt. Jó, na most ugye még egy pillanatra, Fradinál maradva, hogyha ez így van, hogyha ha ilyen emberek oda beszivárognak, meg tudnak jelenni, akkor mit gondol, hogy ezt, 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 ezt Kubatov Gábor elnézi, eltűri, vagy, 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 vagy kevés hát mar, a, vagy nem tud róla, szóval, a, mi, mi a feltételezése? Ferencvárosnak dolgozó biztonsági cég gondolom a Ferencváros elnöke alá be van rendelve. Tehát a Ferencváros elnöke beleszólhat, hogy a Fradi Security házatáján mik történnek. Tehát konkrétan felelős is érte. Tehát ő alkalmazza ezt a céget, mint elnök. És egyébként amúgy ugye még a Ferencváros elnökségében van még más Fideszes országgyűlési képviselő is, Kocsis Máté is, tehát azért innentől kezdve ez már politikai ügy is, tehát, és nem érte, kíváncsi lennék mondjuk Orbán Viktor véleményére. Hogy szerinte ez megfelelő -e, hogy, hogy ilyen emberek dolgozhatnak a Ferencváros Security legénységében, vagy esetleg feketén vannak alkalmazva, ami ugye szintén fordult elő ilyen ugye a Debrecen-Ferencváros meccsen, hogy 50 biztonsági őrből 40 alahánynak nem voltak rendben a papírjai, amire utána Kubatov Gábor azt mondta, hogy ilyen még egyszer nem fog történni. Azt mondja meg, hogy általában, hogyha a magyar, és most a Fraditól kicsit nem eltávolodva, de úgy általában nézve a helyzetet. Ugye a magyar NBA-ben, a magyar labdarúgásban ezek az úgynevezett rendészetek, meg biztonsági cégek, ezek mennyire jellemző futball szerető ember ismeri, szurkoló is, mennyire jellemző, hogy ilyen balhés figurákból toborzottak. Tehát, hogy a rablóból lesz a legjobb pandor című történetről beszélünk. Most én személy szintre nem akarom most lebontani, mert arról is tudnánk beszélni, de Tud, trend, holnap, 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 reggelig sorolhatnám személy szinten is, hogy mennyire jellemző. Mármint, hogy jellemző? Jellemző egyébként, de azt mindenképpen ki lehet mondani, hogy a magyar pályák, labdarúgó pályákon szereplő biztonsági őr szervezetek, meg biztonsági, biztonsági ö, csapatoknak a nagy része a szurkoló ellenes, és egyébként amúgy ezt a, a klubok, ezt vagy eltűrik, vagy hagyják, vagy néha még elő is, elő is segítik. Miért? Ha így van, akkor miért? Hát, mert a, mert a szurkolókat egyébként a szókimondásuk miatt ugye nem szeretik, azért sem szeretik, mert általában van néha ugye politikai ellentét is a, a klubvezetők, főleg ugye mostanában ugye Fideszhez köthető klubvezetők vannak, és a, a, szurkolók azok általában inkább másfelé orientálódnak politikailag, de még ezt akarom belehozni, ugye kimondják a véleményüket, akár mondjuk a klubokkal szemben is. Tehát most ugye erre rengeteg példa van, hát Debrecenben csak... tüntetnek, Diós Györben tüntetnek, meg, de, de, amit, meg, amire itt utaltam, egy friss hír tegnapról, ugye pont a Fradi meccsen, a 60. Ez. Környékén, családok stadionból a polisz.hu-ra, a stadion nem színház. Ja, tehát a családbarádi intézkedés a, a Ferencváros szerint az az, hogy akik bementek ugye ünnepelni, ugye megy erről a vita, hogy be lehetett menni, nem lehetett bemenni. Tehát Kubatov Gábortól megkérdezném nagyon szívesen, hogy szerinte az hogy segíti elő a családoknak a stadionokba való ö, meccs nézését, meg hogy kimenjenek ezek a családok a stadionba, hogyha kimennek, utána felkerülnek a poliszhu mint köztörvényes bűnözők, úgy keresik őket, meg kell nézni azokat a fényképeket, rengeteg fiatal lány, fiatal fiú. Amikor már beszaladtak sokan a pályára, arról beszélünk. Igen, és igen a, ezekről erről beszélünk, van, amiről és egyébként Fugatov Gábor utána már azt mondja, hogy hát igen, ö, az végül is lehet, Aztán de közben érdekes módon mégis a, a rendőrség eljár, a Ferencáros nem tiltakozik, és, és ezek lehet hogy, lehet, hogy ezek az emberek ki lesznek tiltva, és több száz emberről beszélünk, hangsúlyozom, fia, fiatal lányok tucatjai vannak azok, azokon a fényképeken, családanyák vannak, kisgyerekkel, van, van konkrétan kisgyermek is ezen a fényképen, a polisz.hú. Hát mint... Ahogy alulnak ott hullik a forgács, ez az, az eset. Igen, és, 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 és akkor az ennél nyomoz ezekkel az, az emberekkel szemben, és közben, meg ugye másik oldalon, hogy mindig halljuk, hogy, hogy az a cél, hogy minél több család menjen mérkőzésre, hát így nem fog. Na, akkor most próbáljunk feloldani egy látszólagos, lehet, hogy csak látszólagos ellenmondást ugye a, a jobbik, alapvetően és eredendően a rendpártjánál. Igen. Na, most ebben az esetben viszont, Ugye vannak olyan intézkedések, szurkolói regisztráció, szurkolói kártyák, amit kezdettől fogva a jobbik ellenez. Igen. Ö, ö, egyéni szurkolói szabadságjogok. Hát látjuk, hogy hova ö, vezet satóbi, most a szurkolói kártya, oda vezet a szurkolói kártya, hogy azokat az adatokat, amiket a Ferencvárosnál például megadtak a szurkolói kártyához, azt például Kubatov Gábor felhasználta egy közvéleménykutatáshoz. Tehát szerintem ez egészen elképesztő, és ezt egyébként két éve mondjuk, hogy ez lesz belőle, lehúrogtak, hogy ezt majd normálisan fogják kezelni az adatokat. Két évvel ezelőtt azért voltam ebben a műsorban, szintén ugye a kártya miatt. Akkor is elmondtuk, tessék, itt van az eredménye. Felhasználják, felhasználják például egy, egy egyértelműen politikai közönkutatáshoz ezeket ott, az adatokat. tehát amikor, 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 ugye arra utal, hogy, hogy ezek szerint akkor ezeket az adatokat használta volna, azt állítja, hogy használta Kubatov Gábor, amikor ugye meg akarta kérdezni a szurkolókat, vagy azt mondta, hogy megkérdezi a szurkolókat, hát, ki meg, el is mondta, -e hogy, hogy, hogy a... Tehát ez, 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 nem én állítom, ezt a Ferencváros állítja, hogy a, hogy a szurkai kártya adatai hogy Hogyan alapján lehet akkor. Na, nézzük akkor, hogyan lehet így a, a rendet, mert ugye abba, abban nincsen, gondolom, mondjuk önök között vita, hogy legyen normális rend, meg jó hangulat a futballpályákon. Nincs. Lehet, hogy mást értenek rendben, nem? Hát teljesen mást értünk, mert például azok az adatok, amiket ugye bekérnek a szurkai kártyához, azok például, még egy olyan biztonsági őrnek a kezébe juthatnak, aki egyébként konkrétan ugye, emberölés miatt áll bíróság előtt. Tehát azt nem hiszem, hogy egészséges, és nem hiszem, hogy bárki egyetért vele. Meg, meg, meg gondolom, avval se értenek egyet mondjuk politikusok, akik ezeket a törvényeket ugye meghozták, meg, meg akár Orbán Viktor, akár Kubatov Gábor, hogy például úgy kelljen bemenni mondjuk egy mérkőzésre, hogy 50 biztonsági őrön keresztül kelljen mondjuk a, a, családnak ugye a kisgyerekével bemenni, de hát ha... ugye a beléptetők, amit ugye folyamatosan ebben a törvényben is emlegettek meg, hogy majd ilyen beléptetőrendszer, rendszer, hát az... olyan beléptetőrendszer, az most például a Puskás Ferenc Akadémia a Ferencváros mérkőzésen az úgy nézett ki, hogy 50 biztonsági őr között kellett bemenni a szurkolói kártyás szurkolónak, tehát ebbe mi a családbarát, és mondjuk megkérdezem Orbán Viktort, hogy mondjuk ő a gyermekeit kivinnie úgy, hogyha őnek neki ne a VIP kapunk kellene bemenni mi volna itt a megoldás? Tehát hogyan lehetne szurkolói, ön szerint szurkolói meg rendet, hogy mondjam, harmóniába hozni? Hát úgy, hogy a klubvezetőknek például tárgyalni kellene a szurkolói csoportokkal, nem elhallgattatni őket, például nem azt elősegíteni, hogy például tegnap a Ferencváros Honvéd mérkőzésen ugye felemeltek a szurkolók tiltakozású több transzparens Igen, Igen. Például a, a riporter, aki közvetítette a mérkőzést, az egy szót nem szólt róla, hogy, öt 5 percig tartottak egy több ezeren egy transzparenst, a kamerát ugye elkapták, ugye ez, direk, ez most már Igen, egy, direkt, van. Egy direkt, ez direkt van, hogy, hogy véletlenül se tudják meghallgatni, a, ső, meglátni a szurkolóknak az akaratát, mondjuk a tévénézők, a klubvezetők ezt ugye elősegítik, nem tárgyalnak a szurkolókkal, és inkább, inkább, végignézik, hogy mondjuk hangulatlanak legyenek a mérkőzések. Most Ilyaros. az MB1-es meccseken nincsen hangulat, az összes komoly tábor bolykottál vagy tüntet. Világos, tehát akkor az első lépés az mindenképpen azt mondja, hogy az lenne, hogy, hogy klubvezetők és szurkolói csoportoknak el kell kezdeni egymással párbeszédet folytatni és egyeztetni, és akkor onnantól kezdve lehet gondolkodni, hogy milyen további intézkedések Ez lenne legyenek. a minimum. Ez no. nem a minimum, csak a klubvezetők nem akarnak. De hát minden foglalkozunk még ezzel az ügyel sokszor szerintem, mert még sokáig fog tartani. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm. köszönöm.